Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime and Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Goblin Slayer, mely műfeltekintve a Dark Fantasy és a dráma kategóriákba tartozik. Maga a történetünk legelőször Kagyu Kumo tollából jelent meg, aki 2016 óta 16 kötetnyi light novelt és 83 kötetnyi mangát publikált. Ám legvégezetül 2018 és 23 között két évad formájában összesen 24 részként, egy specialként és egy darab 85 perces filmként az anime is megjelent, Okazi Takaru rendező és Kurata Hideyuki forgatókönyvírók által. Történetünk egy mágikus világban játszódik, melyben az embereket, törpöket, tündéket és sárkányokat is gyakran támadják meg kegyetlen és rút szörnyetegek. Viszont ezen szörnyek között sem gondolnánk legelsőnek és legkegyetlenebbnek a kis goblinokat. Ám egy fiatal papnő esete hamar rávilágít arra a tényre, hogy ezek a kis korcsok is sokkal veszélyesebbek tudnak lenni, mint bármi más a világon, ha alábecsülik őket. Történetünk egy fiatal papnővel veszi kezdetét, aki újonc kalandorként egy kezdő csapathoz verődik, amely goblin vadászatra indul, ám hiába a cég dolgozók tanácsa, azt az elbizakodott kalandorok nem hallgatják meg, és egyenesen a saját halálukba menetelnek. Amit csupán csak ketten élnek túl, egyikük meggyalázva, még másikuk komoly traumával végzi a végül szerencsésnek mondható kalandot, amit egy páncélos harcos feltűnése változtat meg, nevezetesen az ezüstrangú kalandor Goblin vadászé, avagy Goblin Slayeré. Ennek is hatására a fiatal hajadon társává válik megmentőjének, amely kapcsolat később új barátokat és társakat is szül majd. Ezen társak körébe tartozik majd a törp Kohito Doshi, a tünde Yose Yunde, a gyíkember Tokage Soryo és a nemes kardforgató Nobel Fencer, akit egy sátánista goblin szekta karmaiból mentettek meg korábban társai. Kis csapatunk számtalan kalandozásba kezd, nem egyszer egész falkákat, falvakat és goblin seregeket legyőzve, miközben sok barátjuk és megbízójuk is lesz. Főbb megbízóik között elsősorban a katedrális papnőjét, a korábbi kalandort, a kardok úrnőjét kéne megemlítenem, valamint a C egyik vezetőjét, Uketsukét. Míg barátai köréhez tartozik majd Majo Lancer, a női lovakkapitány és társa Ju, valamint sok ifjú kalandor, akik nem egyszer kapnak tőlük tanácsokat. Ám időközben címszereplőnk múltját is megismerhetjük, hogy miként is lett megszállottja a goblinoknak, akik annó egész faluját lemészárolták, míg nővérét a szem előtt gyalázták és gyilkolták meg. Végül kalandorrá vált, és utolsó ismerőseinél közöttük is gyermekkori barátjánál és egyben szerelménél, Ushikai-nál és annak nagybátyjánál húzta meg magát, míg egy hízben az életét is megmentette szállásolóinak. Összességében nekem tetszett ez a történet, ami tele volt elég véres és megrázó pillanatokkal. Az alkotók merték az idegeinket borzolni a szörnyű látvánnyal és a szívet összezúzó érzelmekkel. Nagyon tetszett nekem a karakterek kibontakoztatása, és az is, hogy milyen részletesen próbálták bemutatni azok ellenfeleit a goblinokat, mint elég okos lényeket, amik folyamatosan tanulnak és fejlődnek a harc terén. Számtalan más lénnyel is találkoznak, például ogrékkal és aligátorokkal, amiket eléggé meghökkentő módszerekkel is tudnak olykor legyőzni. Ám ezek alapján, és persze a képi és rokkos hangbetétek alapján is, én a Goblin Slayer-t egy korszakos 10/10-es alkotásnak tartom, ami megérdemli a tökéletes jelzőt. Addig is, amíg belekezdtek, előre is jó szakazást kívánok nektek! Sziasztok!